17. perc a mérkőzésen, nagy szabad rúgása, keresztlécre pattan. Nem ért hozzá a kapus. Két szélső hátvédünk kint a pálya szélén, abszolút szélső pozícióban. Ez pedig egy pontos labda, Komáromi, hatalmas gól! Bravo, nagyon szép munka volt. Egy picit olyan volt, mintha altattuk volna az ellenfelet. Nem nagyon volt tudatosság a hátsó passzolgatásban. Aztán hirtelen robbantottunk. Volt egy nagyon szép ívelés. Lemaradtak a védők Komáromiról, akik nem sokat teketóriázott. Szépen megnézte magának a bal felső sarkát a kapunak, és pontosan lőtte is ki azt. Úgyhogy megvan a hőhán áhított vezetőgól. Már a 16-osunk előterében tartózkodik tehát az ellenfél, aztán nem sikerül kivágni a labdát. A Lorenzo elterül a földön, de aztán sikerül visszaállni! De a gólt így sem kerüljük el. Úgy tűnt, hogy a sikertelen kirúgási kísérlet után rendezzük a sorainkat hátul, de mégis utat talál egy távoli lövés Vajcs Marcell kapujába. Ezzel pedig némileg váratlanul egyenlít a debreceni csapat. Elindult tehát a második félidő. Debreceniek támadhatnak, nálunk egy csere volt, lejött 11-es szám a Pusztai Dániel, tehát a Rombusz csúcsa, és a helyén Kalmár Benedek folytathatja majd 9-essel. De ahogy láttam most a felállás alapján, miközben egy ígéretes debreceni távoli lövés, és a keresztlécről pattan vissza, aztán pedig jó a fejes. Hideg zuhany a második félidő első percében megszerzi a második gólját a Debrecen. Sajnos tiszta lövőhelyzet alakult ki, pontos is volt a kísérlet. Vagy nagyon-nagyon nyújtózott, de nem ért el a labdát, a keresztlécről kipattant a labda, és pont egy debreceni játékos elé. 2-1-re vezetnek a vendégek. Húha, és most ott az egyenlítési lehetőség, és mellé rúgjuk! Nagy Zalán. El lehet azt vállalni, kellett a védés. Nagy. Ez is jó! Komáromi fejese megy fölé. Múlt heti MTK mérkőzés után nem erre gondoltam, ugye? Az egy remekül sikerült mérkőzés volt. Megmondom őszintén, ott a helyzeteket folyamatosan nagyon jó százalékban kihasználtuk. Most ezzel megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon alul teljesítettünk. De megmondom őszintén, hogy egy unnas vezetésnél meg kellett volna ragadni azt a lehetőséget, azt a lélektani előnyt, hogy rúgunk még egyet az 1-0-ra, és 2-0-ra nyugodtabban merhettünk volna fotbalozni. De belementünk egy hülyeségbe, egy ilyen kiki mérkőzésbe. Rengeteg technikai hiba adódott, és megmondom őszintén, nem tudok jobb szót mondani, ilyen mazsolagólokat kaptunk.